Úgyhogy a következő hírünk, ami igazából rövid, és csak tegnap éjszaka történt, azért gondoltam, hogy egy picit beszéljünk róla, mert biztos, hogy forró téma lesz a hétvégén a interneten. Ez a Teslának a következő témán kéne, Teslának a Matrix fényszórói. Ugye ez nagyon régóta téma, mert hogy már 2021 óta nagyjából a Model 3-ban, meg a Model Y-ban is Matrix hardware került az első fényszórókba, és 22-ben a Model S, 23-ban meg a Model X is erre váltott, de ezek buta fényszóróként működnek, az egészet egybe kapcsolja ki meg be az autó, ráadásul ugye annál is láttunk már hatékonyabb rendszer, mint amivel az működik, bár sokat javult. Ehhez képest mindenki mindig azt remélt, hogy jó, de majd egyszer lesz ebből Matrix, ami egyébként hivatalosan adaptívnak hívnak, és mai napon úgy állunk, hogy már 2 európai autón felfedezte a Teslafi, amit trekkeli, hogy hol milyen szoftverek vannak a Teslákon. Nyilván ez nem az összes autó, csak aki belépett hozzájuk. 2 autón rajta van a 2024.2-es szoftververzió, amiről kiderült német fórumozók jóvoltából, a hivatalos leírásból, hogy igen, a régóta vált Matrix funkciót bekapcsolja, de egyelőre még csak a legfrissebb, a Highland kódnéven fejlesztett Model 3-ban. Igen, ez most van a cikkben, amit erről írtál, egy nagyon jó videó, én nem tudtam, hogy a Samsung gyártja hozzá ezt a panelt a ledekkel, tehát hogy ez valami Samsung fejlesztés, és emiatt én rákerestem a neten, hogy tényleg így van-e, rákerestem ilyen szétszedős videóra, és mi meglepő, van olyan videó, ahol Tesla Model 3-nak a fényszóróját szedik apró darabokra, és tényleg ugyanez a panel van benne, amit az a reklám videó is mondott, és 102 darab LED van 4 sorba rendezve, ilyen gula alakba, vagy csonka gula alakba. Bár ez nem jó, ez nem gula, mert nem tér bele a ragzat. Mi az, ami, na mindegy, szóval a matematika tanárok megírják a kommentekben. De van ennek egy, várjál, mi ez? Matematika tanárokat kérjük, hogy ezt mondják meg, hogy mi az, amit elfelejtettünk általános iskola matek órák óta. Mert adott, hogy használtad soha semmire. Semmire, így van, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ez tényleg ott van benne ezekben az eszközökben, és hogy vajon miért csak a Highlandek kapták meg. Az én elméletem az, hogy a Highlandekben már más kamerarendszer van. Nem? Jól mondom, Balázs? Abban 34 van, igen, újabb kamera. Van, más kamerarendszer van. Szintén Samsung egyébként. És emiatt ugye más adatokkal kell tanítani azt a rendszert, mint a régebbi Model 3-aknak a rendszerét, és hiába tanítják meg az újat ennek az egésznek a használatára, kezelésére nem fog, tehát az a szoftver nem tölthető át a másikra, úgyhogy majd meg kell tanítani. Most persze ez egy másik kérdés, hogy ha ennyi autó fut, a régi Model 3 fut az utakon, miért nem ezzel kezdték? Jó kérdés. Hát gyanítom, hogy ez a marketing része olyan szempontból, hogy ez is az új Model 3 mellett szól, hogy ez már ilyet tud, ezért kezdhették ezzel, de én is arra számítok, hogy ugyan soha nem ígérték, tehát ez megint egy olyan Tesla ígéret, amit vagy sokan számoknak kéne a gyártón, csak a gyártó éppen soha nem ígérte meg, hogy az autóikban ilyen adaptív Matrix fényszorok lesznek, csak ugye a közösség tudja, hogy már x éve azok a hardware kerülnek a kocsiba. De én is arra számítok, hogy nem fognak elfelejtkezni a meglévő autókról, ahogy máskor is, kell egy kicsit várni, amíg rátanítják a szoftvert, és akkor kapunk egy frissítést ezekre is, és jó, csak ez a meg lesz az a milliós extra. Ez már 3 év. Ez a kicsi várás. De mihez képest vársz? Hát ezt mondom, tehát, hogy nem arról van szó, mert Oké, de itt nem arról van szó, mint a Summon-nál, meg az egyéb szolgáltatásoknál, amiket a weboldal ír, csak éppen a Vision, amire bevezették a Vision rendszert, azokban az autókban még azóta sem működik már egy másfél évvel, teljesen jogosnak érzem a felháborodást, mert ott benne volt a megrendelt autóban, igen, oda volt írva, hogy coming soon, tehát hogy még nem működik, de egy vagy másfél éve coming soon, és igen, tudjuk, hogy valószínűleg most már tényleg nagyon itt van, 2 hét múlva, de a Matrix fényeket soha nem ígérték sehol. Az, hogy a hardware, amit ők vásárolnak, az elméletek ezt is tudja, az egy dolog. Nekem egyébként azért az elméletem, hogy azért ilyenkor mutatkozik mögött ezt egy amerikai cég. Ugye Amerikában tavaly változtak a szabályok, és tavaly évközepéig, vagy nem is tudom, mikor volt pontosan a váltás,
nem lehetett ilyen Matrix rendszerű fényszorokat használni az autókban, tehát az európai gyártók is, amiknek a Volkswagen csoportnak például fantasztikus ilyen lámpái vannak, a BMW-nél általában azt hiszem lézereket használni, de azok is nagyon jó lámpák, tehát ezek mind, amik hasonló dolgokat tudnak, bődletes jó rendszerek, a Mercinek is piszok jó van, de Amerikában nem használhatták, biztos ugyanaz a hardware volt benne, mert nem hiszem, hogy más lámpát raktak hát bele. Csak gyártanak különböző lámpákat. Az lehet, hogy akkor ebbe igazán, hogy ha a helyi gyárba készül, akkor olcsóbbat tettek bele, de azt is tudom képzelni, hogy már, hogy ha mondjuk európai import, akkor nem csináltak lámpát, csak buta fényszoroként használja az autó. És emiatt, hogy az amerikai cég és ott ez nem volt lehetséges, ez egy alacsony prioritás volt a Teslának. Persze tudták, hogy Európában ez szokás, meg jó, de ha megnézed az eladásokat, azért Amerika meg Kína a legnagyobb szám, és arra fókuszáltak, ilyenkor nem ártana, ha több európai dolgozna a Teslánál, aki rúgás. Na jó, csak bennem így akkor fölmerül a kérdés, hogyha ők tényleg így gondolkodnak, akkor miért építették bele ezt a nagy valószínűséggel a sima buta lámpánál drágább extrát éveken keresztül az autóba, és buktak rajta autónként, nem tudom, $22.50. Én meg vagyok győződve, hogy nyilván ez mindig terve volt, hogy ezt majd egyszer aktiválják, valószínűleg nem ezért vezet a prioritást a állandó autópilot, vagy a FSD szoftver újraírás közben, gyanítom. De csak egy elmélet. Na jó, oké, ezt szerintem túlbeszéltük, mert... Szerintem majd... neked kéne egy gyerek. Mit gondolsz? De halál komolyan, tehát így elhallgatlak téged, és mindig az van, hogy a Tesla valahogy megnyomja a nyomogomodat, és úgy véded, mint az apuka a kisgyerekét. Mindig. Félek. De én nem védem, én csak azt mondom, hogy ez nem volt beígérve, ez a fejlesztés soha. Tehát most igen, akkor mi a francnak rakták bele a light show-ban? De most mit rakták bele a light show-ban? Azt, hogy kivetítél Tesla? Kiírta, hogy Tesla. Igen, hát ezt a light show-ban berakták. De ez... Amiből mindenki tudta, hogy akkor ott van benne a hardware, csak el kell kapcsolni. Na most kérdezik. Írjad levelet. Dobjanak át Balázsnak. Igen. Én csak azért nem rúgózok, mert ezt mondom, tehát azoknál a szolgáltatásoknál, amiket megígértek, és nincsen, a teljes jogos, hogyha valaki várja, és fel a háborúzó, nem kapta meg. Szerintem ez nem egy olyan szolgáltatás, amiben volt ígérve, hogyha ezt megkapjuk ingyen, ebbe teljesen igazad van. És várjál. Ezt várjuk 3 éve, mit vársz 3 éve? Még senki nem mondta, hogy ingyen adják. A fórumok alapján. Még senki nem mondta, igen, hogy ingyen adják. Hát a Highland az ugye elve ingyen kapta meg, úgyhogy reméljük, hogy másra nem. Mostantól apatri tigrisnek foglak szólítani. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a rövid részletet a 212. villanyórából. Természetesen, mint mindig, ez egy jó másfél órás hosszú adás szokott lenni, van benne egy csomó más téma, és nem csak erről beszélgettünk végig. Úgyhogy, ha szeretnétek megnézni a teljes podcastot, azt megtaláljátok szombat reggel 11 órától a Villanyosok Extra csatornáján. Mondom, hogy milyen témák vannak még benne ezen kívül. Napelemes roham, hogyan alakult az új állami pályázat, most akkor lehet-e leasingelni a villanyautókat, vagy nem. Mi van az európai autóeladásokkal, bebukta-e tényleg a Hertz a villanyautókat, mit cáfolt a Volkswagen, és Tibor beszél arról, hogy milyen volt az első BYD tesztje. Na ennyi minden lesz a teljes villanyórában, amit még egyszer szombaton 11-től megtaláltok a Villanyosok Extra YouTube csatornáján és minden podcast lejátszóban.